Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk minden héten kedden és szombaton. A mai esetünk egy elkövető páros lesz. Nagyon rég foglalkoztunk olyanokkal, akik párosan követtek el rémtettet. Ők sorozatgyilkosok egyébként, annyit elárulok előre. Vágjunk is bele az ő történetükbe. Szóval ez a két jó madár itt, Lauren Joseph Herzog és Wesley Howard Chermantine. Szerintem így kell kimondani a nevét. Reménykedjünk benne, hogy tényleg. Szóval ők ketten az elkövetők. Herzog 1965. december 8-án született, Chermantine pedig 1966. február 24-én. Az Amerikai Egyesült Államokba éltek ők, és egy ilyen, hát, gazdálkodással foglalkozó területen, egy nagyon kis helyen, ahol gyakorlatilag egy utcára éltek egymástól, és együtt nőttek fel. Legjobb barátok voltak egész életükben. Tényleg, tehát kicsi gyerekkoruk óta nem is nagyon volt más barátjuk, tehát ők ilyen nagyon-nagyon összefonódtak. És amiért szerintem nagyon érdekesek ezek a párosan, vagy többek által elkövetett esetek, ugye, hogy ugyanolyan mentális zavarokkal kell kb. Rendelkezni, hogy ugye így egymásra találjanak, tehát hogy két pszichopátiás személyiség zavarú embernek kell együttműködnie, hogy így mondjam finoman, és hogy nagyon érdekes a dinamika, mert hogy általában mindig van egy domináns, és van egy szubmisszív. Van valaki, aki irányít, és megmondja, hogy merre megyünk, mit csinálunk, hogy csináljuk, ő választja ki az áldozatokat, szóval nagyon érdekes pszichológiai szempontból, hogy két ember hogy tud ilyen rémtetteket együtt összehangolva elkövetni. Chermantine-nak az apukájáról azt kell tudni, hogy nagyon sokat vitte őket halászni és vadászni, és hogy még feljegyzések vannak arról, hogy nagyon sok ajándékot adott a fiának, és hogy elkényeztette. Ezt így nem fejtik ki pontosan, hogy mivel vagy hogyan kényeztette, de hogy ez így fel van jegyezve. Azt is tudjuk, hogy ők egészen a gimnáziumban is még nagyon jó barátok, illetve azt is tudjuk, hogy Herzognak volt egy barátnője, Kim van der Hiden, imádom ezeket a neveket, és az ő testvére Cynthia lesz majd később az egyik áldozatuk. Arról is lehet tudni, hogy az egész életüket tényleg ilyen nagyon-nagyon összefonódva élték, együtt próbálták ki először az alkoholt, aztán a drogokat, ilyen kis bulik voltak a környéken, tehát hogy így mentek, beszólogattak embereknek, lögdöstek embereket, tehát hogy ők azért ezt erőteljesen csinálták már a gimnáziumi éveik alatt, és aztán később is, és hogy például együtt metamfetaminoztak, tehát ugye ők erre a drogra voltak ők nagyon ráállva, és ez volt az ő szerjük, és ezzel éltek nagyon-nagyon sokat. Szóval, hogy ők együtt voltak, aztán mindenben menne tényleg. És Kimnek és Cynthiának, ugye Kim volt régebben a barátnője, az apukájuknak volt egy bárja, ahol nagyon sok időt töltöttek együtt, ezt még lehet tudni. Nem sokkal, hogy végeztek a gimnáziumba, követik el az első gimnáziumot. Méghozzá 1984. november 27-én fognak két férfit, aki egy parkolóautóban ül, fejbe lőni és agyonlőni. Halálra fogják egyszerűen csak őket lőni. A 35 éves Howard Kinget és a 31 éves Paul Kavanaughot. Nem tudni, hogy miért tették, nem tudni, hogy ennek mi volt az értelme, és én ez az, ami engem különösen tud zavarni ezekben az ügyekben, az értelmetlen pusztítás. Nekem mindig ez fáj ezekben az ügyekben, hogy itt mindig értelmetlen pusztításról van szó. Aztán a következő áldozatuk Henry Howell volt, aki 41 éves volt, és őt is fejbe lőtték, és őt ki is rabolták. Tehát itt már a pénz volt a motiváció egyfelől. De igazándiból ők élvezetből öltek. Na és december 11-én ölik meg az első női áldozatot, vagy legalábbis az első ismert női áldozatukat, a 19 éves Kimberly Bailey-t. Egyébként az első két eset, ugye amikor először a két férfit lőttek fejbe, aztán pedig az egyet,
bizonyítékok hiányába lezárták az ügyet, tehát, hogy ilyen hideg ügyként, cold case-ként kezelték, hogy így nem foglalkoztak vele, nem tudták összekötni se a két esetet akkoriban, és egyszerűen nagyon sokáig az volt, hogy nem is foglalkoztak avval a két esettel. Aztán egy évvel később Robin Artmore-nak a testét találták meg meztelenül, ugyanis elkezdtek ugyanúgy áldozatokat szedni, mint említettem, és őket már meg is erőszakolták. Kirabolták, megerőszakolták, általában elvitték őket egy helyre, ahol hosszú órákig bántalmazták ezeket a nőket, szóval borzalmas halált haltak, az biztos. És ami érdekes, hogy Robinnál már váltottak. Nem fejbe lőtték, hanem halálra késelték. És ez a másik, ami ezt az ügyet nagyon sokáig megnehezítette, hogy nagyon változatosan ölték meg az áldozatokat. Tehát, hogy ők nem az a sorozatgyilkos páros voltak, akiknek volt egy rutinjuk, egy módszerük, hanem nagyon sokféle áldozatot szedtek, nőket, férfiakat, fiatalat, idősebbet, változatos módon ölték meg őket, és ugye ez mindig megnehezíti a rendőrök munkáját avval kapcsolatban, hogy lássák azt, hogy ezek ugyanazok az elkövetők. Sokat utaztak is azért, hogy áldozatokat szedjenek. Szóval nagyon, nagyon jó helyismeretük volt egyébként, hogy a holttestek elrejtésében. Szóval ők aztán igazán megnehezítették a rendőrök dolgát. Aztán a következő női áldozatuk Shevel Wheeler volt, aki elvileg találkozott volna az egyikükkel, randira ment volna, ezért kihagyta az egyik egyetemi osztályát. Vagy igen, ez egyik egyetemi előadást, és elment találkozni, elvitték őt egy ismeretlen helyre, megerőszakolták, majd őt is megölték. Sajnos az ő testéről már nem tudták megmondani, hogy hogyan is ölték meg pontosan. És amiért érdekes ez a Shevel szál, hogy itt fölmerült már az egyikük, Clementine-nak a neve, mint gyanúsított, hogy mi van, ha esetleg ő az elkövető. Mert hogy annyira illett rá minden leírás, minden profil, minden kicsi dolog, hogy hány éves, hogy milyen munkát végez, hogy milyen problémás, és ugye azért a környékben nem éltek annyian, és ő egy környékbeli nő volt, és ezért megpróbálták összefüggést keresni közte és az eset között. Annyira gyanús volt ő, hogy kaptak házkutatási engedélyt a lakókocsira, amiben ő lakott, és találtak is ott vért, méghozzá egy negatív vércsoporthoz tartozó vért. Ezt meg tudták állapítani. De nem volt elég fizikai bizonyíték arra, hogy végül Shermantine-t be tudják vinni, és hogy egyáltalán rá tudják bizonyítani, holott később kiderült, hogy ez a vérnyom, ez bizony Shevel volt. És hát ezt az esetet is gyakorlatilag lezárták, vagy hát ilyen, igen, lezárták, mert hogy nincs mit tenni, egészen addig, amíg meg nem érkezett a DNS tesztekkora. És akkor újra elő tudták venni ezt az ügyet, és akkor be tudták bizonyítani, hogy bizony Shevelhez tartozott ez a vér. Herzog bevallása szerint Shermantine agyonlőtt egy vadászt 1994-ben, és szintén Herzog elmondása szerint 1998-ban egy Cindy nevű nő oda ment hozzájuk egy bárban, hogy drogot kérjen tőlük. És hogy hát felajánlja szolgálatait a drogért, vagy hogy valahogy megpróbáljon drogot szerezni, ők meg belementek, hogy gyere, elviszünk, adunk neked. És az a helyzet, hogy ugye elviszik őt, megerőszakolják, majd halálra szurkálják, berakják Herzog autójába, elviszik egy ismeretlen helyre, és ott kidobják a testét. Na és ami érdekes, hogy 1999. március 17-én Herzogot és Shermantine-t ezért a gyilkosságért fogják letartóztatni. Ugyanis Cindy-nek a vérét meg fogják találni Shermantine autójába, és hogy látták ezt a két embert, ezt a két férfit együtt a tett helyen, és ezért fogják őket bevinni. És ami érdekes, és amiért szerettem volna ezt a történetet behozni nektek, ugye itt van a két jó barát, akik mindig sülve-főve együtt, és imádják egymást, és csak egymásért vannak. Nehogy ami másik ok, ami miatt ezt a történetet, azt gondoltam, hogy érdemes elmesélni, hogy ugye beviszik ezt a két embert, és nagyon okosak itt a rendőrök. És van egy úgynevezett játékelmélet, ami matematikából lehet nektek ismert, és én nagyon-nagyon szeretem. És ott is igazándiból ez a játékelmélet az úgy hangzik, hogy bevisznek két
két foglyot, és hogy kinek mit ajánlanak ahhoz, hogy ki lehessen belőlük préselni a tanúvallomást. És az a helyzet, hogy működött. És hogy ez nagyon sok esetben működik az életben. És hogy itt van két ember, akik gyakorlatilag testvérek, sülve-főve gyerekkoruktól, és mégis a megfelelő kihallgatási módszerrel, a megfelelő nyomással rá tudták őket venni arra, vagy pontosabban az egyiküket, hogy a másikra ráhúzza a vizes lepedőt. Sermentine nem tört meg. Ő azt mondta, hogy ő nem követett el semmit, Herzog se követett el semmit, soha semmit nem láttak, nem tudtak, nem hallanak, ők aztán ott se voltak, azt se tudják, miről van szó. Sermentine végig tudta tartani magát. Herzog viszont nem. Herzogot 17 órán keresztül hallgatták ki, és az a helyzet, hogy neki megeredt a nyelve, és megpróbált mindent is ráfogni Sermentine-ra. Tehát ő aztán meghozta a döntést, hogy őt nem érdekli, ő nem akar nagyon börtönbe menni, ő belöki a busz alá, belöki a kocsik alá, ha kell Sermentine puszta kézzel. És ezt is tette. Mindenféle információt megadott a rendőröknek az áldozatokról, a gyilkosságokról, az elkövetési módokról, mindenről. Gyakorlatilag üzletet kötött arra, hogy őt nem ítélhetik halálra, és nem ítélhetik életfogytiglanra. Cserébe bevallotta a gyilkosságok egy részét. Mondjuk, ami hozzátartozik még az ügyhöz, hogy aki kihallgatta, azt kis sunyi módon, vagy legalábbis nekem tetszik, de kis sunyi módon elhitette vele, hogy sőt, akár szabadon is engedünk téged, hogyha mindent elmondasz. Nyilván ez nem történt meg, mert hogy azért, ha mindent is megpróbált Sermentine-nak enni, azért Herzognak volt felelőssége, és igenis voltak olyan pontok, amiért őt betudták, vagy el tudták ítélni, és bíróság elé tudták állítani, de nagyon érdekes számomra, hogy Sermentine nem próbálta meg. Aztán akkor jó, hogyha Herzog mindent rám ken, akkor én is mindent rákenek. Nem próbálta meg. Tehát nagyon érdekes volt számomra, hogy valószínűleg Sermentine, ő ott olyan elárulást élt meg, hogy azt mondta, hogy jó, oké. Na és most jön az igazán izgalmas és érdekes rész. Sermentine-t 4 rendbeli gyilkosságért tudják csak előállítani. És ezzel áll bíróság elé, és hát az a helyzet, hogy halálra ítélik a tettei miatt, viszont köt egy alkót, hogy eltolják az ő halálra ítélését, vagy pontosabban magát a végrehajtását nagyon, hogyha felfedi az áldozatok hollétét, a testek hollétét, hogy hova rejtették el a testeket. De mi történt Herzoggal? Herzoggal igazándiból az történt, hogy őt is azért rendesen bíróság elé állították, de csak avval, hogy ott volt a helyszínen a gyilkosságnál. Tehát, hogy nem tudták bizonyítani, hogy ő is részt vett, vagy hogy vett részt, vagy hasonló. Megpróbálta Herzog később egyébként visszavonni a vallomást, és azt mondani, hogy kikényszerítették belőle, de annyi részletet árult el, hogy már nem tudta ezt megjátszani, hogy ó, ez nem is volt igaz, csak kitaláltam, meg kényszerítettek, ez nem működött. És ami nagyon érdekes, hogy 14 év börtönbüntetésre ítélték aztán. Ahonnan 2010. szeptember 28-án kiszabadult. Remélem mindenki nagyon megnyugodott, hogy de jó, hogy ilyen embereket kiengedünk a világba, tök jó. És ő beköltözik egy ilyen lakóautóparkba. Csak aztán, és itt jön a történet megint nagy fordulata. 2012. januárjában öngyilkosságot követel Herzog. Méghozzá azért, mert informálják róla, hogy Sermentine az újabb halasztásért, hogy újabb, tehát még elhalasszák a kivégzésének az időpontját, megmondta egy farmnak a nevét, ahol ők holtesteket dugtak el, vagy rejtettek el, vagy igen, értitek. És az a helyzet, hogy abban a percben, hogy ő meghallja ezt az információt, fogja, és Herzog megöli magát. Nagyon-nagyon érdekes, ugye, hogy vajon miért csinálja ezt, és hogy csinálja ezt. És aztán a rendőrök rájönnek, hogy miért. Ugyanis kimennek erre a farmra, amit Sermentine említ, hogy ők oda dugtak el holtesteket, és hát elkezdenek ásni. És több mint 1000 csontdarabot találnak, ami 72 embert tudnak azonosítani
hogy kitől származik. Nem tudják feltétlenül azonosítani, csak az, hogy hány darab emberről van szó tulajdonképpen, és hogy kik azok, akik tényleg gyilkosságok áldozatai lettek. 72 ember, nő és férfiak, nők és férfiak holttestét találják meg ezen a farmon. És ezért ölte meg magát Herzog, mert hogy attól félt, hogyha megtalálják ezeket a holttesteket, akkor őt újra bíróság elé fogják állítani. És hát ez az érdekes, hogy Sermentány 4 gyilkosságért állt bíróság elé. 4-ért. És másik 72-ről meg nem is tudták, hogy ők az elkövetők. Úgyhogy a rendőrségi nyomozás azt gondolja, az FBI-jel karöltve, hogy ők ebben a pályafutásukban, amit 1984 és 1999 között csináltak, minimum 90 embert öltek meg. Minimum. És ami nagyon érdekes, hogy nyilván néha kirabolták ezeket az embereket, és nyilván csináltak ilyen dolgokat is, hogy droghoz jussanak, és egyéb hasonló dolgok, de igazándiból ezek az emberek ezt örömből csinálták. Ez volt a hobbiuk. Ez volt, amit szerettek csinálni. Ez volt, amit ők ketten, mint amikor két férfi szeret elmenni horgászni együtt, vagy vadászni együtt, ők ezt szerették csinálni együtt. Ezt. Megölni embereket, vagy halálra lőni őket, fejbe lőni őket, különösen ez a fejbelövés volt nekik nagyon nagy kedvenc, vagy halálra szurkálni őket. És mindegy volt, hogy kit. Nem számított. A lényeg az volt, hogy ártani. A lényeg az volt, hogy ők örömből akarták megölni, élvezetből akarták megölni ezeket az embereket. Úgyhogy azért akartam nektek ezt a történetet elhozni, mert szerintem nagyon-nagyon sok ponton érdekes. Érdekes, hogy ennek a két férfinek milyen volt a dinamikája, hogy aztán Herzog beárulja, hogy Sermentine volt elvileg a domináns, aki vezető volt, és hogy ő aztán hogy reagál erre az árulásra. Nagyon érdekes volt, hogy aztán Herzog öngyilkos lesz, amikor a részletek kezdenek kiderülni. Nagyon érdekes volt számomra, hogy ez az első olyan eset, amit hallok, hogy magát a kivégzés időpontját tolják arrébb információért cserébe. És nekem például ez is nagyon érdekes, hogy egyetértünk ebben. Nagyon érdekel a véleményetek, hogy ti egyetértetek avval, hogy információért cserébe mondjuk könnyítéseket kapnak, vagy elhalasztják a kivégzés dátumát, mert igazándiból meg tudom én magyarázni, hogy miért jó ez, hogy a családok megnyugodhatnak, akinek tudják azonosítani a testét, mert hogy a testek azonosítása mai napig folyamatban van. Nem mindegyik áldozatról tudják megmondani, hogy ő vajon kicsoda volt. Mert ugye már a maradványokat, ugye ennyi év távlatából csontok maradtak, összekeveredve ráadásul, tehát, hogy DNS-t kéne, meg, tehát, hogy nagyon nehéz így az áldozatokat azonosítani, és persze van értelme, hogy megtalálták ezt a tömegsírt, mert ezt már tömegsírnak nevezzük, de hogy azért nagyon érdekes számomra, hogy ilyen üzleteket lehet kötni, és hát azóta sem végezték ki még Sermentine-t, tehát, hogy azóta is a börtönben éldegél. Nagyon, nagyon érdekes számomra ez az eset, hogy ők hogy működtek így együtt, hogy mennyire együtt nőttek fel, és ugye a gyerekkorból nem nagyon tudtuk meg, hogy milyen trauma, vagy mi volt az, ami ők, nekik a személyiségzavarukat, ezt a pszichopátiás személyiségzavart előhívta, hogy esetleg traumatikus élmény volt, vagy ők véletlenül két született pszichopátiás személyiségzavarú ember, akik pont egymásra találtak. Nagyon-nagyon érdekes szerintem ez a történet, több szempontból is. Remélem, ti is érdekesnek találtátok. Vigyázzatok magatokra. Legyen nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!